Az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi utca 13 szám alatti épületben és környékén már többször megpróbálták megfékezni az illegális szemétlerakást, de a mára kialakult tarthatatlan helyzet miatt az önkormányzat a DVG ZRT munkatársainak bevonásával megkezdte a terület teljes kitakarítását. Mi a polgármester úrhoz fordultunk segítséghez, amit azonnal lereagált és azonnali intézkedéssel segített a környező lakóknak és a városnak, hogy ez a szemét, ez a minőség. Tehetetlen helyzet innét felszámolások kerüljön. Azért, hogy a takarítást követően az illegális szemétlerakást ne ismétlődhessen meg, az önkormányzat komoly lépéseket tesz. Napokon belül, ahogy jelenleg is látható, ugye elszállítják innen a szemetet. Továbbá lezárjuk ezt az útszakaszt, lehet a város lezárja, sorompóval és kamera kihelyezése történik meg. Az épület az életveszélyes állapotban van, tehát annak a lebontása egy későbbi feladatot kell, hogy jelentsen. A Petőfi utcához hasonló illegális szemétlerakóból nem csak egy van a városban. De szeretném jelezni, nem csak itt van problémánk, hanem a hatos út temető bejáratánál is szintén, aminek szeretném kérni az ott levő közlekedő embereket, ha valakit látnak, jelentsék nekünk, hogy valami eljárást tudjuk velük szembe hatósítani. Az illegális szemétlerakás egyébként jelenleg is 50-100 ezer forintig terjedő pénzbírsággal büntetendő, a mostani Petőfi utcai szemétlerakó felszámolása pedig 10 millió forintjába kerül majd a városnak.